augusztus 10-ig, azaz máig és kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be pótfelvételi kérelmet azok a diákok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy akik az idén nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. Csak azok pótfelvételizhetnek, akik a 2015-ös általános felvételire nem jelentkeztek, vagy jelentkeztek ugyan, de sehova nem vették fel őket. Azok nem pótfelvételizhetnek, akiket bármilyen szakra felvettek, de meggondolták magukat, és mégsem ott szeretnék elkezdeni a tanulmányaikat, írja az EduLine. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal. A pótfelvételizők csupán egyetlen intézmény egyetlen képzésére felvételizhetnek az e-felvételi rendszerében. A jelentkezés határideje augusztus 10-e éjfél, eddig kell befizetni az 5000 forintos eljárási díjat is. Pótfelvételin csak önköltséges képzéseket hirdetnek, ez alól csak a magyar intézmények határon túli képzései, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzései számítanak kivételnek. Azokon a képzéseken, ahová már februárban is lehetett felvételizni, a ponthatárok biztosan nem lesznek alacsonyabbak a július 23-án kihirdetetteknél. A többi szakon természetesen a minimum ponthatár alá nem mehetnek, ez alap- és osztatlan képzésen 280, felsőoktatási szakképzésen 240, mesterképzésen pedig 50 pont. A ponthatárokat előre láthatólag augusztus 26-án hirdetik ki, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási intézménytől kapják meg szeptember első napjaiban. Vannak olyan diákok, akiknek első nekifutással nem sikerült bejutni a felsőoktatási intézménybe, ők lehet, hogy úgy gondolkodnak, nem is szeretnének ebben a tanévben próbálkozni még egyszer, hanem néznek valamilyen más képzési formát, és vannak olyan érettségizettek is, akik úgy gondolják, hogy kihagynak egy-két évet, és majd csak később próbálkoznak felsőoktatási intézménybe bekerülni, addig pedig szakmát szereznek, hát meg annyi lehetőség létezik a diákok számára, a hallgatók számára. Tumpek András az én vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Milyen jellegű, vagy milyen profilú képzésekbe kapcsolódhatnak be azok a diákok, akik csak később szeretnének a felsőoktatásban tanulni, és előbb piacképes szakmához szeretnének inkább jutni? Hát az emelt szintű OK és kapcsolatos képzések azért elég széles spektrumot lefednek, szerintem mindenki megtalálja a maga személyének, ami igazán tetszik, de vannak sláger szakmák, az informatika, a logisztika, vagy a szociális szféra, ahol szintén érdemes elkezdeni gondolkodni szerintem. Igazgatóként látja, hogy az elmúlt időszakban hogyan alakult át a képzési struktúra és a képzési kínálat? Hát, mint említettem, az informatika az mindig is egy ilyen sláger ágazatnak számít, oda sokan mennek, még akkor is, hogyha nem feltétlenül az informatikán elkötelezettek, de úgy gondolják, hogy az ott felszedett tudás az később más területen is hasznos lehet. A logisztika képzés úgy tűnik évek óta, ami szintén nagyon jól működik itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve az utóbbi időben megfigyelhető a szociális ágazaton belül a szociális gondozó vagy kisgyermekgondozó képzések, amelyek szintén népszerűek. Valószínűleg ezeken a helyeken több munkahely is teremtődik, és ezeken a helyeken több igény van dolgozókra vagy szakemberekre. Egyébként most azt vettem észre, hogy inkább a természettudományos vagy műszaki vonalon van erősödés, akár a képzést nézzük, akár pedig a munkaerőpiaci kínálatot. Igen, ezért is egyet tudok érteni. Jellemző ez? Igen, jellemző, hogy a ügyvitel, vagy intézményi kommunikátor, vagy egyáltalán kommunikációval kapcsolatos képzések régebben sokkal népszerűbbek voltak, mint manapság már. Miért van ez így ebben a megyében? Valamilyen lemaradást kell pótolni ön szerint, vagy pedig olyan munkahelyek, vagy olyan foglalkoztatói kínálat van, vagy foglalkoztatási kínálat van, ahol kellenek a szakemberek? Tehát, hogy szakember hiány van magyarul? Hát ez szerintem több szempontból is megközelíthető. Szerintem a jogalkotó is úgy látja, hogy ezek a képzésekre, vagy ezeket a területeken van szakemberhiány, és azért támogatja inkább ezeket a képzéseket, illetve maga az OKS képzések életre hívása mögött is ez volt, hogy egy 2 éves képzés, amely relatíve rugalmasan tud reagálni a munkaerőpiac igényeire, és valóban én is úgy gondolom, hogy ebben a régióban ezekre a képzésekre van inkább igény, és ezért
népszerűbbek ezek a képzések. A diákok oldaláról miért szeretik ezeket a képzési formákat és ezeket a képzési területeket? Egyrészt említette, hogy 2 év alatt, tehát 4 fél év alatt valamilyen szakképesítéshez, vagy valamilyen szakmához juthatnak, és azért felsőfokú szakképzésben elég jól el is lehet, vagy emelt szintű szakképzésben elég jól el is lehet helyezkedni, megfelelő bért lehet kapni. Tehát mi vonza a diákokat, a fiatalokat ezekbe az intézményekbe? Amennyire én látom, ez is több szempontból. Tehát, hogy ön is említette, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja még, hogy mit akar, és szüksége van még egy kis gondolkodási időre. Ilyen szempontból egy OKS képzés szerintem egy nagyon kiváló megoldás, mert áthidaló éveket jelent egy vagy 2 évet, jellemzően ez inkább 2 évet, amíg az ember tisztában olyan belekóstolt egy szakmába, ami aztán lehet, hogy mégis tetszik is neki. Továbbá azért is, mert 2 év után valóban munkakeresőként megjelenhet az állá a munkaerőpiacon, és hogyha egy ütőképes, versenyképes szakmája van, akkor a kérhet is egy relatíve jó fizetést is. És még amit én azt látom, hogy esetleg a középiskolai tudást egy kicsit még jobban megerősíteni, és nagyon sok a mi diákjaink közül is jellemző, hogy javító, emelt szintű érettségit tesznek még az elkövetkezendő években, és ezzel újra megpróbálják majd a felsőoktatási intézménybe való bejutást. Magyarul egy erősebb bizonyítvánnyal, egy erősebb tanulmányi eredménnyel nagyobb lehetőségük lesz bejutni a felsőoktatási intézménybe. Én olyat is hallottam fiataloktól, diákoktól, hogy azért választják ezt a formát, mert még van lehetőségük esetleg nyelvvizsgát szerezni, nyelveket tanulni, ami meg már a főiskolán elengedhetetlen. Ad-e lehetőséget az önök képző intézménye ilyesmire, illetve hogyan építi be a tantervbe? Hát a tantervi hálók jellemzően mindegyiknek van idegen nyelvi része is, ez igaz, és ez nem csak a mi intézmény minden iskolára jellemző, azért ezt el kell, hogy mondjam, hogy idegen nyelvet oktatnak, és valóban így van szerintem, ezek a képzések mellett az embernek van ideje arra, hogy esetleg még egy nyelvvizsgát szerezzen, ezzel is többletpontot szerezzen, vagy pedig ha bejut egy felsőoktatási intézménybe, akkor a diplomakövetelmények egy részét már ki lehet pipálni, így, hogy van nyelvvizsgája. Az angol szász oktatási rendszerben ez egy nagyon jól működő dolog, hogy a középiskola és a felsőoktatási intézményben töltött évek, tehát hogy kihagynak 1-2 évet a diákok, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek az évek haszontalanul múlnak el. A magyar oktatási rendszer mennyire támogatja az e fajta képző intézményeket, mint az önöké? Állami normatíva alapján mi is tudunk képzéseket kínálni, vagy költségtétéses formában. Ez azt jelenti, hogy hogy vagy egyáltalán nem jelent plusz terhet a diákjainak, vagy pedig, ha már költségtétéses formában gondolkodunk, sokkal kevesebb anyagi terhet jelent, mint egy felsőoktatási intézményben eltöltött évek, és ugye arról is beszélünk, hogy a tanuló és hallgatói jogviszony közti különbség, ugye hiszen a jelenleg limitálva van, hogy hány fél év hallgatói jogviszonya lehet egy tanulónak. Egy OKS képzés vagy egy OKS papír megszerzése folyamán ezek a hallgatói fél évek nem jelennek meg, ezek még tanulói jogviszonynak számítanak. Ez nagyon fontos, hiszen aki még tovább akar tanulni, az számogatja ezeket a bizonyos fél éveket is. Hogyha megnézzük arról az oldalról, hogy ugye a magyar oktatási rendszerben nagyon sok változás van közoktatásban, a felsőoktatásban is, akkor milyen változtatások érintették az önök képzési formáját, rendszerét az elmúlt időszakban? Ami szerintem igazán fontos megemlítenünk azt, hogy az első képzettség megszerzése az ingyenes. Ugye régebben ez életkorhoz volt kötve, 21 évhez, de most már ingyenes, azért, tehát nincsen korhatár. Ez mondjuk jellemzően a most érettségizetteket annyira nem is érinti, de előfordulhatnak olyanok is. Tehát, hogy vannak olyan diákjaink is, nem csak nálunk másod is, akik a egyetemi vagy főiskolai tanulmányaik mellett még beiratkoznak hozzánk, és szeretnének egy OKS képzést megcsinálni, azoknak számára ez érdekes információ lehet. Nos, eddig általánosságban beszéltünk erről a képzési formáról. Konkrétan az önök iskolájában mit lehet tanulni, és kik jelentkeznek, meddig jelentkezhetnek, hiszen itt idejük is van, még talán mindig gondolkodni egy picit. Még van, igen, augusztus végéig tartjuk nyitva a jelentkezéseket, és az informatika, logisztika, pénzügy, láger szakmákat, azt mindenképpen tudom javasolni, azokra van is jelentkező, meg az jó eséllyel találnak is munkát. Szerintem a régióban, meg emellett, amit említettem, a szociális szférából is tudunk képzést kínálni. Milyen a tanulóknak, a diákoknak a követése? Arra gondolok én, hogy amikor befejezik önöknél azt a 4 fél évet, akkor hová kerülnek a diákok? Van erről valamilyen felmérésük, hasonlóképpen, mint a felsőoktatási intézményeknek, és hogy hol, milyen területen tudnak elhelyezkedni? Informális szinten ugyan, de követjük a diákjaink utóéletét, hogy mi lesz velük, és körülbelül egy ilyen fele-fele arányba tudnám mondani, hogy felsőoktatási intézménybe tanulnak tovább, vagy pedig elmennek dolgozni a választott szakmájukban, amiről
ezt papírt szereztek. Ez már csak azért is van rá lehetőség, hiszen például a logisztika képzés esetében a gyakorlat bele van építve, tehát különböző helyeken kell gyakorlatot teljesíteni, és azért ezt előfordul, hála Istennek, hogy ahol gyakorlatot tölti, az később a munkahelye is lesz. Hasonlóképpen, mint mondjuk a szakmunkás képzésnél. Pontosan így van. Amikor tanulószerződést kötnek a diákokkal. Milyen költségekkel jár önöknél tanulni, vagy az önök iskolájához hasonló intézményekben tanulni? Most vegyünk egy olyan példát, hogyha valakinek van még kerete, és egyébként nem önköltséges formában tanul, akkor milyen költségeket hozhat a szeptemberi tanév? A képzési díjakról így általánosabban azért elég nehéz beszélni, ez nálunk is függ azért a fenntartótól, hiszen lehet azért kérni tandíjmérséklés szociális okokra való hivatkozással a tandíjat be lehet fizetni több részletben, és erre mindenkit arra kérek, hogy személyesen tájékozódjon inkább. Általánosabban viszont elmondható az, hogy külön pluszköltség, ami másút felmerülhet, az szerintem nem jellemző. Nincsenek külön tankönyvdíjak, vagy ilyesmi, tehát, hogy de magáról tényleg a képzési díjáról az gyakorlatilag személyre szabottan is lehet kérni. Milyen formában tanulhatnak önöknél, tehát ez kötött, nappali, mivel tanulói jogviszony, vagy vannak más alternatívák is? Tanulói jogviszony és nappali formában valóban így van, de emellett ugye lehet azért dolgozni is, akár tanulóként is, illetve ja, lehet dolgozni, és ezért ebből a szempontból mi is rugalmasak vagyunk, tehát hogy el szoktuk engedni a diákjainkat dolgozni nyilván, ez ugye az ő egyéni döntésük, de mi igyekszünk ezt támogatni. Meddig van idő tehát gondolkodni arról, hogy jelentkezzenek? Augusztus végéig lehet hozzánk jelentkezni, augusztus 20-24-e, azt hiszem az hétfő, de még akkor sem késő azon a héten jelentkezni képzésekre. Tumpek András, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást.